Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel, nézzük az ajánlót. Paks 2. Az európai jogszabályoknak is megfelelőek lesznek az új blokkok. Letették az új épület alapkövét az orvosi karon, 2020-ra készülhet el az elméleti tömb. Somogyi uborkából készülhetnek a Podravka termékei, újra fellendülhet a zöldségtermesztés a megyében. Képzés. A sertéspestissel foglalkozó szakmai napokat tartottak Szekszárdon. A legszigorúbb európai jogszabályoknak is megfelelő új atomerőművi blokkok klímavédelmi célok elérésében betöltött kulcs szerepéről beszélt Aszódi Attila, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár Szekszárd és Budapesti előadásában. Elmondta, evidencia, hogy olyan blokkok épülnek meg Pakson, melyek a fukushimai tapasztalatokkal kiegészült uniós elvárásoknak mindenben megfelelnek. Evidencia, hogy olyan blokkok épülnek meg Pakson, amelyek a fukushimai tapasztalatokkal kiegészült uniós elvárásoknak mindenben megfelelnek, mondta dr. Aszódi Attila Szekszárdon. A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár a Magyar Nukleáris Társaság 17. nukleáris technikai szimpóziumán a nukleáris biztonságra vonatkozó jogszabályok irányából megközelítve mutatta be a Paks 2 projektet. Elmondta, hogy a magyar jogszabályi rendszer az EU által megfogalmazott biztonsági alapelveken alapul, amelyekbe beépítették a fukushimai eset tapasztalatait. Mindezek figyelembevételével készült el a Paks 2 megvalósítására vonatkozó fővállalkozói szerződés, az úgynevezett IPC szerződés, ami egy nagyon komplex felelősségi rendszert rögzített akkor 2014. december 9-én, amikor ezt aláírtuk. Hozzátette, ez garantálja, hogy a hazai igényeknek és elvárásoknak, valamint az európai jogszabályi követelményeknek megfelelő atomerőmű épüljön Pakson. Elérhető áru villamos energia, ellátásbiztonság, rendszerstabilitás, klímavédelem, az ország széndioxid kibocsátásának csökkentése, vezetékes energiahordozók importjától való függés csökkenése, korszerű, kiemelkedően biztonságos technológia. Ezek azok az össztársadalmi előnyök, amelyekért meg kell valósítani a Paks 2 projektet, ezt már a Világgazdaság Energia Stratégia 2018 című konferenciáján mondta az államtitkár. Ha nem épülne meg Paks 2, akkor a paksi atomerőmű jelenlegi 4 blokkjának kifutása után fosszilis energiahordozó használatára kellene áttérni, ami hozzávetőleg 36%-kal növelné meg Magyarország széndioxid kibocsátását. A Pakson épülő 3 plusz generációs modern reaktorokra azért van szükség, hogy a 20 éves üzemidő hosszabbítás után leállításra kerülő blokkok helyére lépve fenntartsák a klímabarát áramtermelést biztosító atomenergia részarányát a hazai termelésben. Erről Lenkei István beszélt Budapesten egy épületgépészeti szakemberek számára szervezett konferencián. A Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a beruházástól a korszerű, minden biztonsági előírásnak megfelelő blokkok mellett Magyarország azt is várja, hogy a gazdaság húzó erejévé váljon. A villamosenergia rendszer stabilitása és kiszámíthatósága, valamint az import kitettség csökkentése érdekében született döntés két új atomerőművi blokk építéséről. Nem vetélytársai, hanem éppen ellenkezőleg jó kiegészítői egymásnak a megújuló források és az olcsón, megbízhatóan, klímabarát módon termelő atomenergia, mondta el Budapesten egy épületgépészeti szakmai konferencián Lenkei István. Hozzáfűzte, hogy a Pakson épülő 3 plusz generációs modern reaktorokra azért van szükség, hogy a 20 éves üzemidő hosszabbítás után leállításra kerülő blokkok helyére lépve fenntartsák a klímabarát áramtermelés biztosító atomenergia részarányát a hazai termelésben. Mit vár még a új biztonságos blokkok mellett Magyarország ettől az építkezéstől? Azt várja, hogy a magyar gazdaság egyfajta húzóerejévé tudjon válni. Ennek az áloga az, hogy 40%-os magyar ilyen beszállítói részáról legalább legyen meg.
Az, hogy az erőművet meddig építjük, egy nagyon fontos kérdés, de ennél még fontosabb, hogy megfelelően készítsük elő, és a szükséges műszaki dokumentáció és engedélyek rendelkezésre álljanak. Erről már Horváth Miklós engedélyezési és felügyeleti igazgató, a társaság vezérigazgató helyettese beszélt. Azt mondta, a magyar nukleáris szabályozás a szigorú nemzetközi rendszer szerves része, s mint ilyen igen komoly elvárásokat támaszt az atomenergia alkalmazóival szemben. A Paks 2 Atomerőmű ZRT műszaki igazgatója Kovács Gábor épületgépészeti oldalról megközelítve beszélt az atomerőmű beruházásról. Azt mondta, minden rendszert, legyen szó akár fűtésről vagy szellőzésről, ugyanolyan szigorú elveket figyelembe véve terveznek meg és építenek ki, mint a primerköri berendezéseket. A magyar sajtó képviselőit látta vendégül a leningrádi atomerőmű Szentpéterváron, ahol ugyanolyan blokkokat építenek, mint amilyenek Pakson is üzemelni fognak. A két új blokk közül az első decemberben kezdi meg a kereskedelmi üzemét. A második blokk átadására 2020-ban kerül sor. Azt mondják, minden az ütemterv szerint halad. A leningrádi atomerőmű fogadta a magyar sajtó egy csoportját. Az első kiépítés 4 RBMK ezres típusú blokkjai a következő években üzemidejük végéhez érnek. Leningrád első kiépítés egyes blokkjának ez év decemberére tervezett végleges leállításával összehangoltan a Leningrád 2-es kiépítés egyes blokkja megkezdi a kereskedelmi üzemét. Az ütemterv szerint haladó beruházás második blokkja 2020-ban kerül átadásra. Az új blokkok a kapacitás fenntartása tekintetében játszanak fontos szerepet, amelyek tervezett üzemideje 60 év. Ezek a blokkok számítanak a Paks 2 atomerőmű referencia blokkjainak. A látogatás alatt az orosz szakemberek hangsúlyozták a beruházás során szerzett tapasztalatok megosztásának jelentőségét, amelyek segíthetik a paksi beruházás minél kiválóbb megvalósítását. A nyomott vizes reaktorok költséghatékonysága mellett a legfontosabb jellemzője a VVR 1200 típusú 3 plusz generációs blokkoknak, hogy 4 egymástól független biztonsági rendszer garantálja az atomerőmű biztonságos üzemelését. Nagyobb fokú ezen blokkok automatizáltsága, modernebbek, és ami a legfontosabb, még biztonságosabbak, mint az előzőek voltak. A vállalatunk és a Rosatom számára is prioritás a biztonság. Ez a blokk nagyságrenddel biztonságosabb, elképzelhetetlen egy Fukushimaihoz hasonló baleset. Alekszandr Beljajev elmondta, ezek a blokkok úgy lettek megtervezve és kialakítva, hogy képesek ellenállni külső veszélyeknek, mint például földrengésnek, repülőgépbecsapódásnak. A modern passzív biztonsági rendszerek elektromos betáplálás nélkül is képesek működni, továbbá a zóna olvadékcsapda kialakítása is újabb garancia arra, hogy egy tervezési alapon túli baleset esetén is képes legyen a láncreakció leállítására a zóna olvadékban, és hogy az olvadék a konténmenten belül maradjon. Alexej Birjukov, a Leningrádi Atomerőmű 2-es kiépítés 2-es blokkjának szerelési munkájáért felelős vezetője hangsúlyozta, hogy az előkészítés nagyon fontos folyamatnak tartja, hiszen a megfelelően előkészített tervek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az építési munkálatok során ütemesen és pontosan lehessen haladni. Ünnepélyes keretek között helyezték el a Modern Városok program keretében megvalósuló általános orvostudományi kar új oktatási és kutatási épületének alapkövét. Az egyetem orvoskarának magyar és külföldi hallgatóinak létszáma jelentősen növekedett az utóbbi években, ez indokolta, hogy új épülettel bővítsék az oktatási szárnyat, valamint a beruházással a képzés színvonalát, körülményeit is emelné az egyetem. Ez az az időkapszula, amit a Pécsi Orvosi Kar új elméleti tömbjének alapkövébe raktak pénteken. Az épület jelenleg ilyen állapotban van, amit a Modern Városok program keretében valósítanak meg. A régi elméleti tömböt kinőtte az orvoskar, mondja a korábbi rektor, jelenlegi államtitkár. 200-es fős évfolyamokra lett tervezve annak idején, és hát 600 alatt az utóbbi időben nem indult évnyitó. És ez... plusz az a minőségi munka, ezek az eredmények, hallgatói létszámok egyszerűen kötelezővé tették a döntéshozók számára azt a fejlesztést, aminek most az alapkövét tesszük le. A város és az egyetem partnerségéről beszélt a beruházás kapcsán Pécs polgármestere. Pécs városa sikereit szolgáljuk azzal, hogy olyan beruházásokat indukálunk és támogatunk a városban, különböző területeken, amelyek a város jövőbeli sikereit tartalmazzák.
És ebben nyilvánvaló, ez nem vitás szerintem ebben a körben sem, meg egyébként sem, kiemelkedő szerepet játszik a Pécsi Egyetemnek a szerepe, kiemelkedő szerepe. Az egyetem rektora is kiemelte, hogy jelentős volt az a támogatás, amit a politikától kapott az intézmény. Az új oktatási épület az orvoskar további fejlesztésének alapja lesz, Misete Attila szerint. Bízom abban, hogy az a négy intézetünk, ami az új épületbe költözik, meg fogja állni a helyét. Ez egyszer s mint lehetőséget ad majd arra nekünk, hogy további forrásokat felhasználva a régi oktatási épületünket bővítsük, és tényleg egy még kompetitívebb, még színvonalasabb pécsi orvosképzést indíthassunk el. Így helyezték el az időkapszulát, majd az alapkövet az épülő elméleti tömbnél. Az új szárny közel 12.000 négyzetméteres. 5 emeleten kapnak helyet benne oktatási termek, laboratóriumok. Az építkezést 2020-ban fejezik be. Az épület és környezetének kialakítása 10,7 milliárd forintba kerül, amit a kormányzattól kapott Modern Városok Program 25 milliárdos támogatásából fizetnek. Uborka termesztéssel bízná meg a horvátországi Podravka a somogyi önkormányzatokat és a kisvállalkozásokat. Az együttműködésnek köszönhetően a zöldségtermesztés újra fellendülhetne a megyében. Erről beszélt Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője Somogyváron. Somogy megyében terjeszkedne tovább a Podravka, Európa egyik legnagyobb fűszergyártó cége. A horvátországi cég egy előadás keretében ismertette az önkormányzatokat, szociális szövetkezeteket, kistermelőket és vállalkozásokat Somogyváron. Sajnos Horvátországban nem rendelkezünk azzal az uborka mennyiséggel, amelyre nekünk szükségünk van évente. Ezért a termelésünket és a keresletünket kiterjesztjük a közép-európai térségre, elsősorban a közelebb lévő országokra. Kezdetben uborka, később pedig a paprika termesztés felé is nyitnának a megyében reális felvásárlási áron. Ez egy biztos háttér, egy pontos fizetést garantálunk a kialkudott árért, és természetesen figyelemmel kísérjük a termelési folyamatot, és segítjük az uborkát termelőket minden tekintetben. A helyi önkormányzat is nagy lehetőséget lát a horvátországi együttműködésben. Kifejezetten uborkát nem nagyon termeltek, csak saját ellátásra, viszont hogyha megvan a volumen, és tényleg gazdaságos, és még meg is élhetnek belőle a családok, meg az önkormányzatnak is jól jön, akkor én bízom benne, hogy ez nagyon jó lehetőség lesz. A fórumon Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, nagyot lendítene a somogyi gazdaságon az együttműködés. Európa az egyik legnagyobb ilyen jellegű üzeme, tehát ez egy minőségi kapcsolatot jelenthet. Erősen feltételezzük, hogy a magyarok által előállított termékekért megfelelő árat fognak fizetni, hogy hosszú távú lesz az együttműködés, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a kisvállalkozásoknak, hanem azoknak az önkormányzatoknak, akik a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoznak zöldségtermesztéssel, egy kiváló lehetőséget jelent. A tervek szerint akár már jövő tavasszal megkezdődhet a közös munka Somogy megyében. Átadták a Mohácsi Profil Kft. Új kutatólaboratóriumát és oltóanyag termelő központját. A létesítmény a dr. Marek József mezőgazdasági szakközépiskola 2007-ben bezárt épületében, annak teljes felújításával és korszerűsítésével jött létre, a Széchenyi 2020 pályázaton több mint 221 millió forint állami támogatás elnyerésével. A teljes beruházás összköltsége 700 millió forint volt. 7 laboratórium is helyet kapott a Profil Kft. Új Mohácsi központjában. Itt a vírusok elleni vakcinák kifejlesztésén dolgoznak mostantól. A létesítmény átadó ünnepségén részt vett az innovációs és technológiai miniszter, aki szerint nem csak a régióban, hanem országosan is fontosak az ehhez hasonló fejlesztések. Ha megnézzük a világ iparát, akkor az egyik leginnovatívabb ipartát, ami az új technológiát alkalmaz, ez valóban az egészségipar, és hát ezenből is a gyógyszeripar. A második indok az, hogy Magyarországon miért fontos ez, annak az az indoka, hogy Magyarország korábban egy nagyon jó, magas színvonalú gyógyszeriparral rendelkezett, és tulajdonképpen ez még ma is létezik a környező összehasonlításban. A világ globalizálódik, de ebben meg kell nekünk találni a helyünket, úgyhogy ez a mai kis családi vállalkozás hogyan vesz ebben részt, ez mindenképpen egy jó példa erre. A cég az állatgyógyászatban újdonságnak számító a libák vérzéses bél- és vesegyulladása elleni vakcinát is kifejlesztett. Az oltóanyag előállításához szükséges az új központ. A termeléshez szükség van még egyéb
laboratóriumi feladatok elvégzéséhez, ezért a termelőegység kiegészült egy komplett laboratóriumi létesítménnyel is. Ezt a laboratóriumi létesítményt emellett szeretnénk felhasználni a kutatásfejlesztési szolgáltatásunk során keletkező rendkívül nagyszámú állati eredetű szerv és vérminta feldolgozására is. A város életében is jelentős szerepet tölt be ez a fejlesztés, ami országosan is egyedülálló. Minden fejlesztés nagyon fontos a számunkra, ez pedig egy különleges fejlesztés, hiszen egy olyan korszerű, innovációs dologról van szó, ami azért nem csak városunk életében, hanem a Dél-Dunántúlon, sőt, hát talán Magyarországon is egyedülálló, és úgy gondolom, hogy egy olyan fejlesztés, ami egy folyamatnak a kezdete, tehát reményeink szerint még tovább fog bővülni, kiteljesedni. A cég célja a jövőben többek között az, hogy a jelenlegi évi 7 millió darabos termelést néhány éven belül a Bolyban tervezett üzemük építését követően megduplázzák. A céget 1991-ben alapította egy állatorvos házaspár Mohácson, mára pedig a családi vállalkozás a humán vírus elleni vakcinák és a legtöbb élővírusos baromfi vakcina készítésére használt SPF tojások előállításában piacvezető Európában. Az ország legtőkeerősebb pénzintézete az OTP kínál segítséget az önkormányzatoknak ahhoz, hogy el tudják kezdeni a területi és településfejlesztési operatív programban elnyert fejlesztéseiket. A munkálatokat jelentősen nehezíti, hogy a pályázatok benyújtása óta sokat drágultak az építőipari anyagok. Betonmederben csordogál a víz kismányokon az út melletti vízelvezető árokban. Néhány hónapja adták át a terület- és településfejlesztési operatív programból megvalósított közel 21 millió forintos fejlesztést. A kivitelezés és a pályázat benyújtása között hónapok teltek el, ami jelentősen megdrágította a beruházást. 15-20%-kal drágultak az építőanyagok az elmúlt évhez képest. Amikor évvégén megnyertük a pályázatokat, ugye akkor már el lehetett számítani. Tehát én azt gondolom, minden önkormányzatot ez nagyon megterhelt, köztük kismányokat is. Kismányokon a plusz kiadásokat az előző évből megmaradt 4 millió forintos megtakarításból még ki tudta fizetni az önkormányzat. Sok településen viszont komoly gondot jelent a drágulás. Ezeknek az önkormányzatoknak kínál segítséget az OTP. Egyes beszélések szerint egyébként a projektköltségek és a valós kivitelezési költségek között országosan több száz milliárd forintnyi rés kínálkozik. Így van ez egyébként Tolna megyébe, és mi úgy gondoljuk, hogy körülbelül 6 milliárd forintos gap mutatkozik. A tényleges költségek és a pályázatban jóváhagyott költségek között. A TOP programok koordinációjáért felelős Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondja, az ország legtőkeerősebb pénzintézete olyan anyagi biztonságot tud nyújtani a települések önkormányzatainak, amit érdemes lehet kihasználni. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen erős pénzintézet az jó, ha az ember háta mögött ott van, hiszen az életben nem lehet kiszámítani mindent, hogy mi következik az elkövetkező időben, és emiatt hasznos, hogyha tudunk valahova nyúlni, tudunk egy tőkét találni, egy pénzerőt, ami a fejlesztéseinket lehetővé teszi. Szakértők szerint egyébként az önkormányzati fejlesztések kivitelezési árai a pályázatok benyújtása óta legalább 25-30%-a drágultak. Országosan ez nagyjából 100 milliárd forint többletkiadást okoz a településeknek. Sertéspestissel foglalkozó képzéseket tartottak két napon keresztül a sertéstenyésztéssel foglalkozó szakembereknek és az ágazathoz kapcsolódó iskolák oktatóinak Szekszárdon. Az egyedülálló rendezvényt a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége kezdeményezte. Két napon keresztül hallgathattak meg a sertéságazat aktuális helyzetével kapcsolatos szakmai előadásokat az oktatási programban résztvevő diákok, pedagógusok és egyetemi oktatók. A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége által szervezett kétnapos program egyedülálló kezdeményezésnek számít Magyarországon. Tapasztalt szakemberekkel elkezdik, és mi úgy gondoltuk, hogy erre a szakközépiskolák, a szakmai intézmények jó helyszínek lehetnek, hogy mind az ott dolgozó oktatók részére, az ott dolgozó fiatal diákok részére, de a szakmában már nagy tapasztalattal rendelkező, illetve a bizonyos ágazatokat most jelen pillanatban itt a Nébiknek a
NR nyilvántartó rendszernek a vezetői, ők jöjjenek el. A szakmai szervezet mostani programján az előadók elsősorban az afrikai sertéspestis megelőzésével foglalkozó témákkal készültek. Mi abban gondolkodunk, ahogy ez nagyon sok fórumon is elhangzott, hogy középtávon kell, közép-hosszú távon kell az afrikai sertéspestissel számolni a sertéstartóknak, erre pedig egy tökéletes alkalom, hogy a hallgatók, a diákok halljanak erről, hogy mit kell tenniük a jövőben. A képzési napnak helyet adó Szekszárdi Csapó Dániel szakközépiskola igazgatója szerint óriási igény van a pedagógusok és az egyetemi oktatók körében arra, hogy első kézből hallhassanak az ágazatot érintő kihívásokról és eredményekről. Ez azt gondolom az érdeklődés is mutatja. 15 olyan Agrárminisztérium fenntartásában működő szakközépiskola, szakgimnázium vesz részt a rendezvényen. Azt gondolom ez is egy nagyon szép mutatószám. Illetve hát azt is el kell mondjuk, hogy valamennyi felsőoktatási intézmény, egyetem képviselői itt vannak, ahol a sertéságazattal, sertésképzéssel foglalkoznak. A kétnapos szakmai rendezvényen összesen több mint 100 résztvevő hallgatta meg az előadásokat. Hatékonyságnövelő beruházásokra van szükség ahhoz, hogy a hazai és kis középvállalkozások hosszú távon is versenyképesek tudjanak maradni. Ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a VOSZ által 20. alkalommal megrendezett vállalkozók napján. A VOSZ Baranya megyei elnöke szerint a VOSZ által odaítélt év vállalkozója díj elnyerése a legmagasabb szintű elismerés, amit itthon egy cég megkaphat. A magyar gazdaság jó helyzetben van, ezt mutatja, hogy az egyes iparágak önmagukban is növekedni tudtak. Az egyik legfontosabb eredmény ezen a téren a beruházások növekedése, aminek mértéke mintegy 20%-kal nőtt. Erről beszélt a VOSZ elnöke Tolnai Tibor az idén 20. alkalommal megrendezett vállalkozók napján Budapesten. A 30 éves fennállását ünneplő vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége a versenyképesség javítását tekinti a gazdaság előtt álló legfontosabb feladatnak. Elsősorban a KKV szektor, akinek a rendkívül nagy száma, foglalkoztatottak száma, nagyon fontos a kormányzat számára, számunkra is, mint munkavállalók számára, munkaadók számára, hogy velük mi lesz. Őket helyzetbe kell hozni, őket képezni kell, őket hozzá kell segíteni ahhoz, hogy ne csak belterjesen dolgozzanak a magyar piacra, hanem legyenek képesek arra, hogy adott esetben exportáljanak. A vállalkozók napján Varga Mihály pénzügyminiszter azt emelte ki, hogy a magyar gazdaság megítélése jó, a külföldi vállalkozások és a hitelminősítők szerint is. Mint fogalmazott, mindez megadja a reményt arra, hogy felzárkózik a nyugati gazdaságokhoz. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a kormány célja a vállalkozások versenyképességének további javítása. Szeretnénk tehát egy technológiai váltást elősegíteni, és hát készülünk arra is, hogy a közterhelt csökkentésen keresztül azért támogassunk olyan hazai kis- és középvállalkozásokat, amelyek a versenyben talán kicsit nehezebben állják meg a helyüket, több segítségre szorulnak. A VOSZ Baranya megyei elnöke arról beszélt, hogy a szervezet által odaítélt év vállalkozója díj elnyerése a legmagasabb szintű elismerés, amit itthon egy cég megkaphat. A vállalkozók díjazása, elismerése az azért egy, hogy úgy mondjam, nemesebb elismerés, mert saját maguk a vállalkozók döntenek így, és nem egyszer előfordul, hogy a konkurenciát jelölik a díjra és szavazzák meg a díjra. Azt hiszem, hogy ez így a legegészségesebb díjátadás. Ezt a díjat nem lehet megvenni, nem lehet igényelni, ezt ki kell érdemelni. A VOSZ megyei tagszervezetei, illetve további érdekvédelmi szervezetek előterjesztései alapján idén 64-en vehettek át évvállalkozója díjat. Adófórumot tartottak szerdán a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Ezen az érdeklődők hallhattak többek között az ÁFA-t érintő jövő évi változásokról, de sorra vették a megyei NAV szervezetétől érkező előadók a különböző adózási formákat érintő változásokat is. A személyi jövedelemadóról egy nyári törvénycsomag döntött, amit ősszel pontosítottak. Ez alapján jár például a családi adókedvezmény az érintetteknek jövőre. A családi kedvezmény igénybe vehető összege nőtt a két gyermekes családoknál. Két gyermekes családok esetében kedvezményezett eltartottanként 20 000 forint lesz az a kedvezmény, ami a jövedelemadótételt havonta csökkentheti. Egy gyermekes családok esetében maradt a havi 10 000 forintos esztia csökkentőtétel, három vagy több gyermeket nevelő családok esetében pedig kedvezményezett eltartottanként maradt a 33 000 forintos csökkentőtétel. Ajándékozás és környezetvédelem, ez a két fogalom kapcsolódott össze az E.ON december 6-ai akciójában. Elektromos járműveken érkeztek ugyanis az energiaszolgáltató mikulásai. A több városra kiterjedő eseményekre Pécsen, a Széchenyi téren várták édességgel és meglepetésekkel a gyerekeket.
Különleges járművel érkezett az EU Mikulása a pécsi Széchenyi térre csütörtökön. Elektromos robogón hozta az ajándékokat a gyerekeknek. Elfogadnám egy karácsonyi ajándéknak. Mondja a 10 éves Brémer Zalán, aki azt is tudja, miért fontos, hogy elektromos járműveket használjunk. A környezetvédelemért. Éppen ezt, vagyis a környezettudatosságot akarja népszerűsíteni az energiaszolgáltató cég Mikulás akciójával Pécsett is. Biztos, hogy mindenki már sokféle Mikulás látott, de talán olyannal még nem találkozott, aki elektromos robogóval érkezik. Azt szeretnénk, hogy kedvességet és ünnepi hangulatot vigyen az emberek életébe. Egy magyar startuppal, a Blinky Cityvel nyáron kezdtük el az együttműködést. 80 elektromos robogó járja már Budapestet. Ezek közösségi robogók, vagyis mindenki használhatja. Az EON és a startup cég most azon gondolkodik, hogy vezethetnék be más városokban is ezt a közlekedési formát. Egyébként Pécsen kívül Budapesten, Debrecenben és Győrben járták a várost az energiaszolgáltató Mikulásai december 6-án. Közösségi programok megvalósítását segítette az országban a legnagyobb hazai energiaszolgáltató cég. Olyan szervezetek, intézmények pályázatait várták, akik a helyi közösségeknek, hátrányos helyzetben lévőknek akarták szebbé tenni az adventi időszakot. Baranya megyéből két település kapott anyagi segítséget ehhez. Érkeznek a gyerekek és szüleik a Szederkényi Művelődési Házba december 7-én délután. Itt tartották az adventi készülődést és a Mikulásváró programot egy helyi egyesület szervezésében. Idén a legnagyobb hazai energiaszolgáltató segítette anyagilag a műsor megvalósítását. Az idei évben első alkalommal az EON-hoz is pályázatot adtunk be, és ugye ezzel ők támogatták, ami nagyon nagy segítség, hiszen nagy anyagi terhet jelent ez ugye az egyesületünknek, viszont eddig ezt átvállalt. Az egyesületünk mindig egy kis kreatívkodással kezdünk, ugye 3 órától volt már a kreatívkodás, most meg már átmentek, a gyerekek várják a Mikulás műsort, és akkor utána jön a Mikulás is, ha minden igaz. Összesen 145 gyerek vett részt a Mikulás ünnepségen Szederkényben. Szajkon is segített az EON. Köszönjük szépen, ez a szép már. Itt a helyi Fogadj el alapítványt támogatták, akik értelmileg sérült felnőtteknek segítenek. Az adventjüket egy közös programmal tették szebbé. Nagyon örültünk az EON által kért pályázatnak. A mi adventünk 2018 programsorozatot tűztük ki ebben a pályázatban célul, ami 3 alkalmat takar. A 3 alkalom az advent első 3 vasárnapja. Az energiaszolgáltató idén először hirdette meg jótékony kezdeményezését. Ebben azt vállalta, hogy pénzzel segíti az adventi programok megvalósítását azoknak, akik sikeresen pályáznak hozzájuk. Közösségi programszervezők és gyermek- és családellátó intézmények jelentkezését vártuk. Nagyon örültünk, hogy nagyon sokan jelentkeztek, és végül is az a döntés született, hogy 15 ilyen intézményt tudunk támogatni. A célunk az volt, hogy ezt az adventi időszakot minél többek számára örömtelivé tudjuk varázsolni, vidám és meghitt pillanatokat tudjunk teremteni a programok által. Baranya megyéből a Szajk és a Szederkényi programot támogatták. Több 100 000 forintot kaptak a szervezők a megvalósításhoz. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Brutális lányrablás Pécsen, több évet is kaphatnak a vádlottak. Kizárólag lopott járműveket tudnak kiszűrni, nem büntetnek villogtatásért. A Balaton régió közbiztonságáért 4-en vehették át a díjat. Minden eddiginél nagyobbra építették, 70 éves a Vörsi Betlehem. Megpróbálta erőszakkal elvinni a volt barátnőjét, vádemelés lett az akció vége. A pécsi járási és nyomozó ügyészség személyi szabadság megsértésének büntette, és további bűncselekmények miatt emelt vádat 3 férfivel szemben, akik egyikük volt barátnőjét próbálták elrabolni Pécsről. A brutális verekedésbe torkollott eseményeket több kamera is rögzítette. A nyílt utcán erőszakoskodik ezeken a felvételeken volt barátnőjével az a férfi, aki ellen most emelt vádat a Baranya megyei főügyészség. A 25 éves elkövető 2 rokonával érkezett Pécsre idén májusban, hogy szerelmét visszaszerezze és magával vigye, akár erőszakkal is Siófokra.
Találkoztak is a lányjal, megpróbálta a férfi rábeszélni a kapcsolat folytatására, azonban a lány ellenkezett, nem akart vele menni, illetve nem akarta a kapcsolatot tovább folytatni. Ekkor a férfi egyre erőszakosabb lett, majd egy idő után erőszakkal próbálta a lányt az autóba tuszkolni. Ekkor azonban megjelentek a volt barátnő rokonai, akik verekedésbe keveredtek a lány rablókkal. Ezeket az akcióba élő felvételeket a térfigyelő kamera és egy szemtanú készítette mobiljával. Jól látszik, hogy vascsövek is előkerültek, többek között ezekkel ütötték egymást a szemben álló felek. A verekedés során egyikük súlyos sérüléseket szenvedett, többek között az orrcsontja tört el, míg másikuk könnyebb sérüléseket. Végül is a bántalmazásnak az vetett véget, hogy a járókelők a rendőrséget értesítették, és a rendőrök megakadályozták a további ütlegelést. A három lányrabló több rendbeli bűncselekményt követett el. Személyi szabadság megsértése, súlyos testi sértés, valamint fegyveresen, csoportosan elkövetett garáztasság miatt kell felelniük. Ezekért akár 4,5 év börtönt kaphatnak fejenként. Villogtatásért bírságoltak meg egy férfit Baranyában. Ez az álhír terjedt az elmúlt napokban az interneten. Az eset kapcsán a Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke tartott tájékoztatót. Cseh László elmondta, a rendszámfelismerő rendszer nem mér sebességet, nem rögzít felvételt, így nem ilyen jellegű bírságolásokra használják. Ugyanis ha a polgárőrség teljesít önálló szolgálatot, az eszköz kizárólag a lopott gépjárművek kiszűrésére alkalmas, csak rendőri azonosítóval érhető el több információ az autókról. Az elnök hozzátette, villogtatásért eddig sem és ezután sem büntetnek sem a rendőrök, sem a polgárőrök. Egy 20 évre vezethető vissza, mondta Cseh László a rendszámfelismerő rendszerről. A Baranya megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke egy nemrég megtörtént eset kapcsán tájékoztatta a sajtó képviselőit a rendvédelmi szervek közutakon végzett feladatairól. Ezt a bejegyzést sokan megosztották már a közösségi médiában. A képek tulajdonosa azt írja, azért állították és bírságolták meg a rendőrök, mert a szembejövőknek jelzett, hogy sebességmérésre számíthatnak. Ez azonban nem helytálló, emelte ki Cseh László. Az elnök elmondta, a rendszámfelismerő rendszert a polgárőrök kizárólag a lopott gépjárművek kiszűrésére használják, ha önálló szolgálatot teljesítenek. Abban az esetben, hogyha rendőrrel közös szolgálat, mint az ominózus esetben is volt, van, akkor egy kicsit bővebb, akkor tudja a körözött autókat, a körözés alatt lévő tulajdonosokat kiszűrni, a biztosítása nem rendelkező forgalomból kivont gépjárműveket, illetve a keresett gépjárműveket is kibírja szűrni a forgalomból. Baranyában egyébként 3 ilyen eszköz áll a polgárőr egyesületek rendelkezésére. A rendszer tehát nem a sebességet méri és nem is rögzíti a felvételt. Egy ilyen mobiltelefonra szerelhető széles látószögű optika az, ami ezt a feladatot ellátja. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy villogtatásért sem bírságolják meg a sofőröket. Ezt a rendőrség is megerősíti közleményükben. A villogtatással abban az esetben, hogyha nem zavarja a szembejövő embert, akkor nyugodtan lehet. Illetve egy nagyon jó példa erre a villogtatásra az, amikor egy villantással jelezzük azt, hogy az elsőbségünkről lemondunk és kiengedünk egy kereszteződésből autót, az is a kapott szerintem Magyarországon, sőt mondhatom Magyarországon még senki büntetés. Cseh László hozzátette, a rendszámfelismerő rendszer az állampolgárok érdekeit szolgálja, hiszen ha egy esetleges balesetnél derül ki, hogy a károkozónak például nincs biztosítás a gépjárművén, akkor a károsultnak jóval több időt kell várnia, még hozzájuthat a pénzéhez. Az elnök hangsúlyozta, az eszköz nem Trafipax, de a sebességmérés nem is tartozik a polgárőrség feladatkörébe. 16. alkalommal adták át a Balatoni Régió Közbiztonságáért díjakat Siófokon. A Balatoni Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testületének döntése értelmében az idén a hagyományoktól eltérően 3 helyet 4 díjazottat választotta a bizottság. Somogy megyéből 2 is a díjazottak között voltak. Ünnepélyes díjátadó a siófoki polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Az idén 7 kitüntetésre javasolt személy neve érkezett a díjbizottsághoz. Olyan személyek voltak ők, akik életútjuk vagy az adott esztendő tevékenysége alapján valami kiemelkedőt alkottak. A hosszú viták után nem tudtunk dönteni. Egyébként 3 díjat terveztünk átadni, de annyira egyformán jó felterjesztések voltak, hogy a díjbizottság tagjai végül a Balatonfejlesztési Tanács elnökéhez fordultak, hogy az idei esztendőben rendkívüli módon egy 4. díjnak a forrását is biztosítsa, és ezt
meghallgatásra került, így idén 4 díjat tudtunk kiosztani. Az idei jelöltek és díjazottak között volt Siófok hivatásos tűzoltó parancsnokságának parancsnoka Kekecs Károly Richárd is. Vezetői szerint sokat tett a Balaton biztonságáért. Az a kollégánk jelesül a siófoki tűzoltó parancsok, ő sokat tett ebbe az ügybe, ezért dolgozott, és az irányítás alatt lévő kollégák is ebbe az ügybe a Balaton biztonságáért nagyon sokat tettek. Kekecs Károly bár rendőrnek készült, majd 20 éve tevékenykedik tűzoltóként. Nem gondoltam bele, hogy én ezt valaha meg fogom kapni, és nem ezért csinálja ezt az embert, ezt a hivatást, hanem azért, hogy segítsen az embereken elhivatottságból, és őszintén szereti is csinálni. Hát felkavaró, jól esett nagyon. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság ezredese Pungor János is a díjazottak között szerepelt. Elsősorban a nagy rendezvényeken, a többi között a Balatonszandon és a Strandfesztiválon nyújtott kiemelkedő munkájáért kapta az elismerést. Ez a díj nálam testesül, de a kollégáim munkájának az elismerése. Velük együtt tettünk mindent, és az ő munkájuknak köszönhetően kaptam én ezt az elismerést. A tavalyi évhez képest javultak a köz- és vízbiztonsági mutatók is, míg a tavalyi szezonban 21 halálos áldozatot követelt a tó, az idén 7-et. Csökkentek a közlekedési balesetek is, így összességében a szakemberek szerint csendes, nyugodt szezon volt a 2018-as. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelő NKFT ajánlásával. A Zsolnai negyed legújabb attrakciójaként megnyílt Zsolnai Infópont és Shopban október óta több ezer látogató fordult meg. Itt exkluzív és szép zsolnai termékek ajándéktárgyak közül válogathatnak a vásárlók. A karácsonyi akció keretében pedig ezüst ékszerre 20, arany ékszerre 15% kedvezményt kínálnak a Shopban. A választék széles, a legnépszerűbb EOSIN termékek mellett a Pécsre jellemző ajándékok, kisebb vázák, ékszerek és ékszerdobozok egyaránt megtalálhatóak. A téli napforduló a Zsolnai Mauzóleum misztikus dátuma, hiszen az ekkor beáramló napfény képes feltárni az EOSIN titkát. Ismerjék meg a zsolnai család nyughelyét idegen vezető kíséretében. Ez alkalommal kivételesen közelről is megcsodálhatják Zsolnai Vilmos EOSIN szarkofágját. A magyar nyelvű séták december 20-án, 21-én és 22-én 12 órakor indulnak a Zsolnai negyed északi kapujától. Ismét meghitt karácsonyi hangulattal és sokszínű programokkal vár mindenkit az immáron 8. pécsi adventi kézműves és mesevásár a város főterén. Az ünnepre való készülődés hangulatában kóruszenei előadók éneke, forralt bor illata hatja át a feldíszített Széchenyi teret. A részletes programokért keressék a Zsolnai Örökségkezelő NKFT szórólapjait és kövessék a Facebook oldalt is. Most egy kiállításra invitáljuk Önöket. Palotás József festészeti műegyüttese a tradicionális táblakép festészet keretei között készült, olyan olajjal és akrillal vászonra festett, közép- és nagyméretű kompozíciókból felfűződő kollekció, amelynek minden alkotását a különlegesség aurája övezi. A tárlat január 13-áig várja az érdeklődőket a Pécsi Galériában. A programokról részletesen a www.pecsprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! 2012. január 1-e óta működnek a békeltető testületek. Az ideforduló fogyasztók megkereséseinek jelentős része per nélkül megoldódik, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozók is szívesen intézik itt a vitás ügyeket. Ennek ellenére Tolna megyében van országosan a legkevesebb dolga a testületnek. Bár logikusan ünnepkörnyékén kéne az ügyek jelentős részének jelentkeznie, ez még sincs így, mondta a békeltető testületek működéséről szólva Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. A tapasztalatok azt mutatják, szívesen fordulnak ide a panaszaikkal a vásárlók, és a vállalkozások is mindent megtesznek a békés rendezés érdekében. Hogyha oda fordulnak a vevők, a békeltető testület azt komolyan kivizsgálja a panaszokat,
általában megnyugtató válaszokat is tud adni, és azokat, ha tovább fordulnak a vevők, a bíróságon is elfogadják a békéltetett testület döntését. Ennek ellenére az ügyszámok tekintetében Tornamegye a rangsor utolsó helyén áll. A fővárosban ezres nagyságrendben fordulnak a vásárlók panaszaikkal a testülethez. Sajnos még nem annyira elterjedt a mi megyékben. Olyan 100 körüli ügy van évente, többi megyében sokkal magasabb. Budapestről már nem is beszélem, mert ezres nagyságokban vannak a panaszok. Fischer Sándor azt mondja, jó lenne, ha a vásárlók félretennék a számlákat, melyeket vásárláskor kapnak annak érdekében, hogy az esetleges vita esetén legyen jogalap a testülethez fordulni. A statisztikás szerint a testület elé kerülő ügyek majd mindegyike békés úton mindkét fél megelégedésére rendeződik. A Mohácsi csata környezeti modellezése, készülő adatbázis a harcosokról, az emlékezet ápolása csak néhány azok a témák közül, melyek azon a konferencián szerepeltek, melyet pénteken rendeztek Mohácson. A találkozó célja egyrészt a legújabb ismeretek közvetítése az 1526-os vészről, másrészt pedig a felkészülés a közelgő 500 éves évfordulóra. A Mohács nemzeti emlékhely szerepe az emlékezet ápolásában. Ezzel a címmel tartott a konferenciát Mohácson. A rendezvényen elhangzott, az emlékhely feladata, hogy kegyelettel és méltósággal ápolja a csatában elhunytak emlékét, és a legújabb ismereteket közvetítse modern eszközökkel a látogatóknak. Szekó József polgármester köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy a fiatalokat is megszólítsák és emlékeztessék erre a sorsfordító eseményre. A fiataljaink, a gyerekeink igazából megismerjék is, és tudják azt, hogy mi történt Mohácson, és tiszteljék azokat az embereket, akik itt akár reménytelenül is, de csatába szálltak az ország, a haza és a kereszténység védelméért. A találkozón Harkitai János elmondta, a Mohácsi csata közelgő 500. évfordulójára mi hamarabb készülni kell. A terület országgyűlési képviselője hangsúlyozta, bár látszatra még messze van 2026, sok szempontból kellenek ezek az évek a felkészülésre. Egyrészt ugye azt se tudjuk pontosan, hogy azon a napon hogyan és pontosan hol zajlott le a Mohácsi csata. Itt az újabb kutatási eredmények, azok biztatóak arra való tekintettel, hogy na végre erre pontot tegyünk, tehát hogy rekonstruálni tudjuk az aznapi eseményeket. Emellett Mohácsról, mint településről való gondolkodás, illetve a városban ezáltal megvalósítható fejlesztések is fontos szempontok, tette hozzá Harkitai János. A rendezvényre a honvédelmi miniszter egy különleges oklevelet is eljutatott. Ezt Négyesi Lajos ezredes nyújtotta át Szűcs Józsefnek, aki évtizedekig kutatta a Mohácsi csata körülményeit. Lekvárokat, sajtokat és 100%-os gyümölcsleveket is kóstolhattak a gyerekek Marcaliban. Emellett a sokszínű mezőgazdasággal és a tudatos vásárlással is közelebbről megismerkedhettek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Itthonról Otthonra nevű iskolai tájékoztató fórumának célja, hogy a hazai termékek mellett az egészséges életmódot népszerűsítsék az ifjúság nevében. Sorban álltak a gyerekek a Noszlopi Gáspár általános iskolában, hogy megkóstoljanak egy-egy finomságot. Lekvár, sajt vagy 100%-os gyümölcslé, mint hazai termék, amelyek közül az iskolások válogathattak. A gyerekek elárulták azt is, hogy mi kell az egészséges életmódhoz. Sok zöldséget fogyasztunk, tejtermékeket, meg odafigyelünk a változatosságra, hogy ami ízlik. A fiatalok szerint is fontos, hogy odafigyeljenek arra, mit esznek. Mostanában már jobban figyelek a ételfogyasztásra, és a gyümölcsből is ez a heti 400 gramm, ez szinte megvan. A kóstolás mellett a sokszínű mezőgazdasággal és a tudatos vásárlással is közelebbről megismerkedhettek a gyerekek. A Marcali Fórumon Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke kiemelte, egyáltalán nem mindegy, hogy mit esznek a gyerekek. Visszafordítani a természeteshez, visszafordítani a hazaihoz, visszafordítani a helyihez, és egy arányaiban és frissességében is jó élelmiszereket kapjanak. Sok városi embernek fogalma sincs arról, hogy mit jelent az, hogy friss. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Itthonról Otthonra nevű iskolai tájékoztató fórumának célja, hogy a hazai termékek mellett az egészséges életmódot népszerűsítsék a gyerekek körében. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megtanulják azt, hogy hogyan tudnak tudatosan és változatosan táplálkozni,
nekik meggyőződésünk, hogy még lehet formálni a szemléletüket, hogy később, amikor felnőnek, természetes legyen az, hogy egészséges élelmiszert vásároljanak. Ez az egyik célunk, a másik pedig, hogy ráirányítsuk a figyelmüket a helyi, illetve a magyar termékekre. A somogyiak szerencsések, hiszen a megyében a mezőgazdaság és a termelés szinte minden ágazata megtalálható. Itt megterem bármi, szőlő, gyümölcs, gabona, van hál' Istennek egy nagy kapacitású húsfeldolgozónk, van egy nagy tejüzemünk, az egyetlen cukorgyár itt működik, úgyhogy feldolgozásban sem elhanyagolható. Éppen ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei szervezete mindent megtesz, hogy a helyi termékeket népszerűsítse, tette hozzá Gombos Sándor. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. A Matt Marquest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszom perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Németországból érkezett a Mikulás a magyar bújóvodásokhoz. Mindenki kapott egy cipős dobozt, amiben rengeteg ajándék volt. Ezeket a falu németországi testvérvárosában Reisakban gyűjtötték az ott működő segélyszervezeteknél. Mosolyogva integetnek a gyerekek a Mikulásnak, aki Németországból érkezett a magyar bújóvodásokhoz, természetesen nem üres kézzel. Mindenki kapott egy cipős dobozt, amiben rengeteg meglepetés volt. Volt egy szappal, egy szemlős béke, kettő fogkefe, és egy szappal. Nem. Ebbe az óvodába csupa jó gyerek járt, tudtam, hogy mindenki ajándékot érdemel, így hát nem is hoztam magammal virgácsot. 12 éve testvérváros magyarból és a Németországban található Reisák. Az ott működő segélyszervezetnek köszönhető, hogy ennyi ajándék összegyűlt az ovisoknak. Az adományt a reisáki polgárok, a Karin és a Volker Benzing kezdeményezte, ők az Arbeiter Wohlfahrtnak a munkatársai, és ez a segélyszervezet segített létrehozni az Ilocskai Szociális Otthont is, és gyakorlatilag azóta van velük ilyen partnerkapcsolatunk, de ők már személyes barátaink inkább, és ez a segélyezés és a segítségnyújtás, ez az életformájuk. Minden gyerek a korának megfelelő cipős doboz kapott, amelynek tartalmát haza is vihették. A szervezők remélik, hogy jövőre is rengeteg adományt tudnak majd összegyűjteni.
Harmadik alkalommal rendezik meg Siófokon a Mézes Kalács Város Siófok elnevezéssel azt a jótékonysági árverést, amelyen lelkes önkéntesek Mézes Kalács formáira licitálhatnak az érdeklődők. Az idén egy 3 éves kiliti kislány és családjának megsegítésére gyűjtenek. A kislány augusztusban csontvelő transzplantáción esett át. Pénteken kora este a gombnyomással indult útjára az idei jótékonysági árverés. 37 különböző, elsősorban valamilyen siófoki nevezetességet vagy épületet formáztak meg az alkotók, melyeket a Kálmán Imre Kulturális Központban állítottak ki. A közösségi oldalon indítottuk el ezt az árverésünket, a Mézes Kalács Város Siófok 2018 néven, és ott albumban vannak feltöltve a képek, mert ugye, mint láthattuk, az előbb elindult az árverés. Kinek mi szimpatikus, a kép alatt hozzászólásban lehet megtenni az ajánlatokat. A kikiáltási ár 2 és 5000 forint között indult. A befolyt összeggel az augusztusban csontvelő transzplantáción átesett 3 éves Vörös Zsófiát és családját szeretnék segíteni a civilek. A szülők azt tervezik, hogy a befolyt összeg egy részéből a Déméter házat támogatják, ahol Zsófi 3 hónapig lábadozott. Tavaly évben bővítették ezt a házat, ezt a családi szállást, teljesen új felújított épületrésszel bővül, további, ha jól tudom, 8 apartmannal egészült ki ez az épület, és ezek az apartmanok most berendezésre, felszerelésre várnak ahhoz, hogy újabb családok költözhessenek ide. Ebben szeretnénk mi, ha akármilyen részben is, de segíteni nekik, mert mi nagyon sokkal tartozunk, nagyon nagy köszönettel tartozunk ennek az alapítványnak és ennek a háznak. Zsófika 3 hete már otthoni környezetében éli az életét. Licitálni a Mézes Kalács alkotásokra december 12-éig lehet a közösségi oldalon. A befolyt összeg átadó ünnepségére december 20-án kerül sor a Kálmán Imre Kulturális Központban. 70 éves a Vörsi Betlehem, ebből az alkalomból minden eddiginél nagyobbra építették a hagyományosan fenyőből és más terményekből készült Jézus születésének helyét bemutató építményt. Az adventi időszakban minden vasárnap zenés műsorokkal és szentmisével várják az érdeklődőket. Az áhítat hangjaira és az épített Betlehem hírére gyorsan megtelt a kis templom advent első vasárnapján. A Betlehem csak úgy, mint 70 éve minden évben, most is készen várta az érdeklődőket és a zarándokokat. Ez egy nagyon nagy dolog a falu életében, ugye ez a 70 év egy óriási történelem már mondhatjuk. Már 4 generáció óta készül ez az építés, sajnos akik először elkezdték az építéseket már nem élnek. Az utolsó generációja, Kere László, aki ezt készíti, hát ő még nagyon reméljük, hogy sokáig építeni is fogja. A csaknem 60 négyzetméteres Betlehem megépítése 1,5 hétig tartott, és a felhasznált alapanyagok tekintetében is rekordokat döntött. Az alapba gerendákat, léceket, talupákat, tehát mindegy olyan 2-2,5 méter, a mohából 25-30 szádával, fenyőfa az körülbelül olyan 10-15 darab, hát méretétől függ, vannak nagyobbak, kisebbek. A Vörsi Betlehemet minden évben ezrek látogatják a világ minden tájáról. Csodálatos, gyönyörű, és ahogy beléptünk, a szívünk mindjárt békére lelt. Megnyugvásra gyóntunk férjemmel együtt. Ezt szavakkal nem lehet kifejezni, ezt át kell itt érezni. A Vörsi Betlehem február 2-ig látogatható, minden nap 9-től 17 óráig. Mikulásváró ünnepséget rendeztek Alsómocsonádon. A Baranyai településen ez már több éves hagyomány. Ilyenkor gyermekműsorral készülnek az Északhegyháti mikrotérség lakosainak. A rendezményre pedig a Mikulás is hivatalos volt, aki ajándékokkal lepte meg a gyerekeket. Én a tél és a természet életre kér. Nem ilyen vagyok. Gyermekműsorral kedveskedtek a közönségnek Alsómocsoládon. A Mikulásváró ünnepségre a helyiek mellett az Északhegyháti mikrotérség lakosai érkeztek, kicsik és nagyok egyaránt. Helyiek vagyunk, és itt Alsómocsoládon jár egy falu újság, egy ilyen hírlevél, és abban volt benne a mai időpontunk. A kislánynak nagyon a maci tetszett, amint látható is volt, hogy táncolt a macikával.
Az előadásba a gyerekek is bekapcsolódhattak. Komor László fenyőfajelmezekkel készült a vállalkozó kedvű kicsiknek. A bemutató végén közös énekléssel csalogatták be a Mikulást, aki végül meg is érkezett. Gyereke! Jók voltatok? Igen! A Mikulás név szerint szólította a gyerekeket, akik egy-egy csomag ajándékot, édességet kaptak. A télapó stábunknak elárulta, hogy mivel itt még nincs hó, stoppal kellett eljönni a Alsó-Mocsoládig, de megérte, mert csupa jó gyerek lakik a településen. Szerintem nagyon jók, mert megnyikkanni sem mertek jó formán. De aranyosak, hoztam nekik olyan édességet, amitől annyi bátorságot fognak kapni, hogy lehet, hogy jövőre én szóhoz se fogok jutni. A településen egyébként minden évben megrendezik a Mikulásváró ünnepséget december elején. A szervezők szerint fontos, hogy megőrizzék az ünnepet. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel közösen éljük meg ezt az ünnepet és ezt az izgalmat, és ezért mindig készülünk egy kisebb színdarabbal, amiben a gyerekek is tudnak szerepelni, fel tudnak oldódni, és akkor így közösen várjuk a Mikulás érkezését. A rendezvény végén, miután mindenki átvette az ajándékcsomagját, a Mikulás megígérte a gyerekeknek, hogy ha jók lesznek, jövőre is ellátogat Alsó-Mocsoládra. A pécsi Vanász Kitti tartja már nem csak a korosztályos magyar csúcsot, hanem a világranglistát is vezeti magasugrásban. Legutóbb a Spanyolországban rendezett World Master Athletic versenyen a 45 évesek között első helyet szerzett. Vadász Kitti példakép lehet a PVSK-nál és a Pécsi Tudományegyetemen is, hiszen nem csak edz, hanem edzősködik és tanít is. Vadász Kitti 2010-ben indult először szenior versenyen, már ott a Nyíregyházán megrendezett Európa-bajnokságon dobogóra állhatott, a második helyen zárta a viadalt. A kezdeti sikeren felbuzdulva azóta folyamatosan részt vesz az országos, valamint a világ és Európa-bajnokságokon. Idén ősszel ért pályája csúcsára, hiszen ő tartja a korosztályos magyar csúcsot, valamint vezeti a világranglistát is. Az új magyar csúcs az egy kicsit korábban született, szeptemberben Malagában jártam világbajnokságon, és ott sikerült ezt a 159-et megugrani, úgyhogy ezzel lett az új magyar korosztályos csúcs, és utána pedig itthon egy egyetemi bajnokságon még ezt a csúcsot is sikerült egy centivel megjavítanom, itt 160 cm-t ugrottam, és ezzel az eredménnyel vezetem az idei világranglistát. A sportoló, aki két gyermekes édesanyja, nem áll meg, nagy tervei vannak a következő szezonra is. Márciusban lesz egy világbajnokság, ez egy fedett pályás verseny Lengyelországban, Torunban, oda szeretnék kijutni és ott jól szerepelni, valamint szeptemberben Európa-bajnokságon szeretnék részt venni, ami Olaszországban kerül megrendezésre, és hát onnan is egy jó eredménnyel szeretnék hazatérni. Kitti nem csak edz, hanem edzősködik is a PVSK-nál, valamint a Pécsi Tudományegyetem tanársegédjeként tanítja a leendő testnevelőket. Várja a gyerekektől a felnőttekig a sportolók jelentkezését, még akkor is, ha versenyezni nem szeretnének, de érdekli őket az atlétika. Idén ismét megrendezték Bikalon a hagyományos Mikulás futást. Az eseményen óvodások, általános iskolások és hozzátartozóik is részt vettek. Kicsik és nagyok a bikali iskolától egészen az egyházas kozári intézményig futottak. A célban meleg teával és kaláccsal várták a befutókat. Mikulás sapkában és fényvisszaverő mellényben melegítenek az iskolások. A gyerekek nem kisebb kihívásra készültek, mint egy Bikal egyházas kozár táv lefutása. A településen évek óta hagyomány, hogy december 6-án Mikulás futást rendeznek. Ez egy iskolai program, mindkét intézményből nagy számban vannak itt gyermekek, de óvodások is csatlakoznak hozzánk, szülők, hozzátartozók. Én elhoztam a saját gyermekeimet is erre a napra, úgyhogy ez egy ilyen közös program, család összekovácsoló program is egyben. A Bikali Általános Iskola udvaráról rajtoltak a kicsik korcsoportonként. Az óvodások után az alsó és felső tagozatos gyerekek is nekivágtak a több mint 3 kilométeres távnak. Egyházas kozárban már teával és kaláccsal várták a futókat az iskola torna termében. A résztvevők között akadt olyan, aki szülőkkel teljesítette a megmérettetést. A nejem az óvónő, úgyhogy nem volt nehéz értesülni. És a kisfiammal futottunk egyet. De szegény nagyon elfáradt. De a leggyorsabb óv is volt.
A tornateremben házi süteményeket és karácsonyi díszeket is vásárolhattak a résztvevők. A dobogós helyezést elértek pedig ajándékot kaptak jó teljesítményükért. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!